Tisztelt Hölgyek és Urak, szeretettel köszöntjük Önöket a Fekete István Szabad Egyetem legújabb előadásán, és megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai előadónkat, dr. Csat Magdolna közgazdász professzort. Jó estét! Nem először van itt ebben a nemzeti radikális fészekben, hiszen még a mi épes időkben, Csurka István idejében is köszönthettük itt sokszor, és az a megtiszteltetésért, hogy még kampányfőnöke is voltam a régi-régi ős időkben, és régóta ugyanazokat az alapvetéseket, szakmai alapvetéseket mondja, és nagyon örülök, hogy most beszélhetünk egy kicsit. Növekedés és fejlődés, melyiket segítik az akugyárak címmel fog professzor asszony előadást tartani, miután az MTA fenntartható fejlődés elnöki bizottsága állásfoglalást adott ki az akkumulátorgyárak ügyében, idézem, a fenntartható fejlődés elveivel ellentétben a fejlesztéseket nem előzte meg széleskörű társadalmi tájékoztatás és egyeztetés, amely megfelelő stratégiai hatásvizsgálatokon alapulna, illetve az érintettek számára nem volt mód esetleges kételjeik, ellenérveik érdemi artikulására. Ezért az MTA fenntartható fejlődés elnöki bizottsága sem mentes a sokakat foglalkoztató aggodalmaktól. Hát mi is aggódunk, és kezdjük ezt a társadalmi tájékoztatást, vagy mondjuk úgy, hogy folytassuk, hiszen azért társadalmi vita már valóban elkezdődött, de most a szakmai magasságokba emelkedve folytassuk ezzel az előadással. Professzor asszony, önnél szó. Köszönöm szépen. Jól lehet hallani? Igen. Hátul is? Igen. Még egyszer jó estét kívánok. És nem is arról fog beszélni, amit bekonferált itt az előbb. Ugyanis erre nagyon könnyű a válasz, nem? Azonnal meg tudjuk adni a választ. Hát ez így van. Na de kicsikét nézzünk mögé. És ugye egy közgazdász, hogyha rendes közgazdász, akkor nem beszél a levegőbe, bár a levegőbe beszélek, de azért adatokat is mutat, úgyhogy viseljék el, legyenek kedvesek, hogy néhány szörnyűséges adatot meg fogok mutatni. De szerintem teljes mértékben érthető lesz. És azért nagyon fontos, hogy ezeket az adatokat lássák, mert jobban tudnak, ha úgy adódik érvelni, mert van egy jó, masszív, objektív hátterük. És ez sajnos manapság a médiából eléggé hiányzik. Néhány gazdasági adatot fogok megmutatni, és ugye az első kérdés, amit fel kell ilyenkor tenni, hogy egyáltalán az, hogy növekedés és fejlődés, az hogy viszonyul egymáshoz? Meg kell néznünk, hogy hogyan nő a gazdaság, ugye ezt mivel mérjük? Hát a GDP-vel, így van. Na most, ugye a GDP az gyakorlatilag, amit mér, az nagyon egyszerű dolog, mindent mér, ami számlán van. Ami nincs számlán, azt nem tudja mérni. Na most, de ami a számlám van, az biztos, hogy mind egyben, azon kívül, hogy növeli a GDP-t, az a kiadás, ami a számlám van. Veszünk valamit a boltban, ugye akkor az a fogyasztás növeli a GDP-t, de a boltban adnak számlát általában. De, és akkor fejlődtünk, mert vettünk még 2 liter tejet, vagy valamit. Tehát más dolog a fejlődés és más dolog a növekedés. Manapság én már nagyon ilyen fura érzéseim vannak, amikor közgazdász kollégáim ugye úgy beszélnek a rádióban, hogy a GDP a fejlettségi mutató. Hát mondom, gyerekek, tévedtek, ti is tudjátok, nem kéne ezt mondani. Na, tehát a kettő nem ugyanaz. Na most ugye majd meglátjuk, hogy az akkugyárakba, ugye, ha befektetnek, mert befektetnek egy halom pénzt, az hozzájárul a GDP-hez. Tehát azt jelenti, hogy valójában ahhoz a bizonyos mérhető növekedéshez, tehát ami látható belőle, ami megjelenik számlán, ahhoz hozzájárul. Na de mi köze van ennek a fejlődésnek? Erről szeretnék néhány dolgot mondani, és hozzá adatokat mutatni. Hát kezdjük azért a GDP-vel, ugye? Hát ha már egyszer növekedésről beszéltünk. Hogy áll pillanatnyilag a magyar gazdaság? Ezt jó tudni, úgy, ahogy az a valóságban van. Ja, okokat most én ne elemezek, mert persze lehet okokat találni, magyarázatot találni, volt pandémia, van háború, minden van, de a tény az tény. Azt látjuk, hogy 2022-ben már az első negyedévtől, ha nem fogok sietni vele, de azt hiszem, hátul is lehet látni valamennyire az ábrát, urakot.
Jó, tehát ugye azt látjuk, hogy elindult már lefele. Ez egy százalékos érték, és egyik évről a másikra, vagy az egyik negyed évről a másikra mérik. Havi mérés még egy olyan Magyarországon nincsen. És azt látjuk, hogy a 22-es év legvégére, a negyedik negyedévre, és mondom még egyszer, ez negyedéves adat, de az előző évi megfelelő negyedévhez van viszonyítva. Tehát az a negyedik negyedév, a 21-es év negyedik negyedéve. Érthető? Jó, tehát megy lefele, és utána látják, átmegy negatívba. Tehát úgy ott tartunk, a legutolsó adat, amit a KSH kiadott, az a második negyedév, ugye még nincs a harmadik, nincs, én sem láttam még. Az a, és ugye ott tartunk, lenn a, hát olyan mínusz kettő alatt valamivel. Na most, ez ugye egy éves összehasonlítás, a negyedévek adatainak éves összehasonlítása. Van olyan is, hogy egyik negyedévről a másikra hogyan alakul. Általában azt mondjuk, hogy az a fontosabb adat, mert az egy folyamatot mutat. Az egyik évre a másikra az egy nagyon nagy merítés. Ez negyedévre a negyedévre, és ott azt látjuk, hogy gyakorlatilag a 22-es év harmadik negyed óta már minden egyes negyedévben az előző negyedékhez képest csökkenés volt, igaz, tegyük hozzá, a csökkenés mértéke csökkenő. Tehát egyre kevéssé csökken, de még mindig negatív. Tehát ugye ez azt mutatja, hogy a gazdasági teljesítmény valójában, ez a mérhető, ami a növekedést mutatja, ez valójában romlik. Hozzáteszem, hogy tulajdonképpen vannak magyarázatok, de azért ez a tendencia egy kicsit azért aggasztó. De ennél sokkal aggasztóbb, és ez az egy én kedvenc témám, amit szoktam mondogatni, bár igazából nem nagyon szeretik, ha ezt az ember nagyon hangsúlyozza, az az, hogy ugye mi beléptünk valamikor ebbe a csodás Európai Unióba. És akkor volt egy olyan álom, meg olyan cél is, hogy felzárkózás. A felzárkózás azt jelentette volna, hogy számolnak egy átlagot, az EU 27 országának az átlag GDP-jét. És megnézik, hogy az egyes országoknak a GDP-je, éves GDP-je az adott évben, hány százalékát éri el az EU-s átlagnak. Na most, ha megnézik, ugye ott, oda van írva a szám, nincs minden országhoz, mert nem akartam azért annyira fárasztani a társaságot. Ugye Magyarország tavaly, tehát a 22 évi GDP alapján 76,6%-on áll. Tehát az EU átlag 100%-nak tekintjük, annak mi körülbelül a háromnegyedét értük el azóta, hogy csatlakoztunk az EU-hoz. Mikor csatlakoztunk az EU-hoz? Hány éve volt az? Valaki hitte? Nem most volt, igaz? Na, nézzük csak meg, hol vannak a csehek. Jó, tegyük hozzá a korrektséghez, hogy előttünkről is indultak. Az egy fontos dolog. De tegyük azt hozzá, hogy a lengyelek sokkal, de sokkal rosszabb helyzetben voltak a csatlakozásnál, ami ezt az adatot illeti, és most arra megközelítettek bennünket oly módon, hogy el is hagytak. Ugye látjuk, előttünk vannak. Hát úgy lehet, hogy pont ugyanannyi, bocsánat, aztán, hogy pont ugyanannyi körülbelül. Na most, ugye valakinek feltűnt, hogy Románia megelőzött bennünket. Ez a legfrissebb, ugye, hogy megjelent, hogy Románia megelőzött. Hozzáteszem, azért nem tudjuk, hogy mivel. Tehát, hogyha ugye ott nincsen, tudjuk, akugyár. De ki tudja, hogy mit csináltak, amitől megugrott a GDP. Nem biztos, hogy önmagában annak örülni kell, hogy ennyire megugrik a GDP. Mert attól függ, hogy mi a tartalma. Mert tudják, az a tipikus példa, amit a hallgatóknak is el szoktam mondani, hogy ha én mondjuk a barátomnak sok pénzt akarok adni, azt mondom neki, hogy figyelj már, ásd fel itt ezt a utcát, kiszámlázom, neki odaadom a pénzt, másnap betemeti, azt is kiszámlázom, duplán nőtt a GDP, és közben nem történt semmi. Tehát azért mondom, hogy a GDP-vel azért vigyázni kell, hogy
hogy azért nem egy tökéletes mutató. Minden esetre ezt nézik, úgyhogy ezért én is megmutattam. Na de most jön ez a kérdés, hogy már közeledünk egy kicsit az akkugyárakhoz. Ugye az akkugyár sem egy magyar cég, mint ahogy a járműiparban működő cégek sem magyar cégek. Na most egy cég az Európai Unión belül, meg ugye egyáltalán ugye mióta a világkereskedelmi szervezet létrejött, nyilván a cég minden cég profitot akar termelni, igaz? Van egy tulajdonosa, az azért teszi be a pénzét a cégbe, mert hát fialni akarja, fialtatni akarja. A külföldi meg még inkább. Hát a magyarok között is van, aki elég rendesen akarja. Nem biztos, hogy ilyen nagyon érdemes külföldi meg magyar között különbséget tenni. Ugye ezek a láncolatok, tehát azok a cégek, amelyek sok helyre telepítenek részleget. Mondjuk vegyük a Volkswagen-t, Volkswagennek, ugye a Volkswagen koncernnek része az Audi, ami nálunk van, de van Volkswagen Csehországban, meg sok helyen. Na most ugye úgy telepíti a cégeit, hogy mindenhol, ahol működik, a legnagyobb profitot tudja termelni. Hát erről szól a kapitalista gazdaság. Na jó, de hát ha megtermelte, és tételezik fel, hogy tisztességesen le is adózta, akkor a maradék az övé. Azt csinál vele, amit akar. Befektetheti újra, de el is haza is viheti, és felhasználhatja otthon. Na most én megnéztem, hogy a külföldi szereplők, amelyek Magyarországon vannak, úgynevezett tulajdonosi jogon, ugye az a profit. Tulajdonosi jogon, én csak a hivatalos KSH terminológiát használom, 1 millió forintban van megadva, 2013-tól összességében, egy évben mennyi pénzt vittek el Magyarországról? Hát meg lehetne nézni többi országot is, de ahogy nem, nincsenek adataim. Na most ugye látható, hogy időnként egy kicsit lejjebb megy, följebb megy, nyilván attól függ éppen milyenek a viszonyok. Az a jellemző, hogyha nagy a bizonytalanság, akkor többet visznek el általában. 22-ben rengeteget vittek el. Ez azt jelenti, hogy ez a kedvenc idézetem, hogy akkor ezek után ez a GDP miről szól? Ugyanis a GDP-ben benne van ez a profit. Tehát magyarul van egy GDP adatunk, ami lehet, hogy szépen nő, mint a románoknál is, na de annak van egy olyan eleme, amelyik elmehet az országból. Ugye, mint a Mátyás király meg az okos leány, hogy hoztam is madarat, meg nem is. És akkor az a GDP, ami itt marad, azt lehet-e fejlesztésre használni? Tehát magyarul az itt helyben magyar munkavállalók által megtermelt jövedelem, most már ez sem biztos, hogy csak a magyarok termelik majd meg, bezárva, de hogy az a jövedelem, az tulajdonképpen, ha nincs itt, akkor az úgy néz ki, hogy itt megtermeltük ebben az országban, de felhasználni nem itt fogjuk. Tehát ebben az is következik, gondolják meg, hogy minél több, nekem semmi bajom a külföldi cégekkel, de minél több ilyen cég van, annál több pénz megy el. Jelentem, az akkugyárak nem magyar cégek. Tehát ez az egyik dolog, ami nyilván nem olyan nagyon jó, hogy ugyanúgy el fogják vinni, mint a többiek, nem újdonság, többiek is elviszik. Ők csak ugyanazt fogják csinálni. Lehet, ők jobban befektetnek valamit Magyarországon. Nem ismerem a kínai cégek tipikus stratégiát, hogyan működnek külföldön. Minden esetre joguk van rá, hogyha leadozták, akkor akarják, elvihessék. És csak hogy egy kicsit jobban érzékeljük, hogy miről beszélünk, kiszámoltam, remélem jól adtam össze, hogy 10 év alatt Magyarországról összesen 57 ezer, milliárd forint ment így el, és csak hogy tudjuk, Magyarországon 2022-ben a teljes magyar GDP az 66.075 milliárd forint volt, tehát nagyjából 10 év alatt a magyar GDP-nek több mint a 3/4-et tulajdonképpen elfolyt. Na most ez az egyik probléma úgy általában ezzel az akkugyár témával is, meg úgy általában a külföldi befektetésekkel ezt el szokták felejteni, hangsúlyozni, mert ugye olyan kicsit kellemetlen, de ez sajnos egy tény, ez egy gazdasági adat, tényadat. No, tehát ez az egyik, visszatérve, ugye kicsit visszautalva az akku témára, egészen biztos, hogy vagy nem egészen biztos, csak nagyon valószínű, hogy
az a sok-sok aggutyár, ki tudja, hol fog megállni, mert ugye épp most hallottam, hogy mi leszünk a világon a másodikak, a tekintetben, hogy hol van a legtöbb aggutyár. Hozzáteszem, őszintén szóval nem hiszem el. Nem sajnálom, hogy nem leszünk a másodikak, nem hiszem el. Ugyanis a világban mindenhol építenek autógyárakat, akarom mondani azt is, de aggutyárakat, például Dél-Amerikában is, nagyon sokat. És mondjuk az amerikai autógyártóknak jobb lesz Dél-Amerikából venni, tehát a nagy kérdés majd, hogy kinek fogják ezeket is eladni, hát amíg többet akarnak termelni, még azt is hozzáteszem, hogyha netán Kína ellen bármikor bármiféle valamilyen eljárást indítan az Európai Unió, hogy mondjuk, mint az amerikaiak indítottak most frissiben, hogy az amerikai cégek nem adhatnak el chipseket Kínának, high-tech, tehát a nagyon-nagyon különleges hadiparban használatott chipseket. Mi van, ha egyszer azt mondják, hogy akut se lehet külföldön? Na mindegy, benn van Magyarországon, tehát ez egy érdekes kérdés jogilag, hogy itt van, akkor már az EU-n belül termeli. Dolog lényege, hogy ez nem fogja a magyar gazdaságot fejleszteni. Na most én azt gondolom, ha elindulunk a fejlettség felé, akkor szerintem a fejlettséget mindenképpen méri azt, hogy milyen a bérszint egy országban. Hiszen egy fejlett országban nyilván meg tudják fizetni a munkaerőt, meg olyan munka van, meg olyan cégek vannak, amelyek tisztes bért fizetnek. Most itt először még az árakat látják, és csak ugye a fő cím az, hogy árak és bérek. Ugye azt nyilván tudják, hogy az árak azok egy ideje elég szépen mennek Magyarországon felfelé. Most pillanatnyilag a legutolsó KSH adat szerint 12,2 volt, megint mondom, éves szintű. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az adat, ez az egy évvel korábbihoz viszonyított adat, és nagyon fontos arra gondolni, hogy amikor 12%-kal nő csak, és már nem 25-tel, az nem azt jelenti, hogy jobbak az árak, a meglévő árra már csak 12-vel nő, és nem 25-tel, de nem megy vissza a korábbi árakra. Tehát a más dolog a statisztikai infláció adat, és más dolog az ár. De a tényleges árak továbbra is növekednek. Mégpedig ahhoz képest, ami korábban volt. És ugye, amit most nem látnak, csak én látom, érdekes, hogy én látom, az ugye úgy néz ki, hogy ilyen fölfelé ívelő pályán volt az infláció, majd elindult szép lassan lefele. Most tartunk a 12,2-nél, csak ugye az a probléma, hogy jó, mi közelebb vagyunk az ukrán határhoz. Ennek nyilván némi hatása van, bár akkor hozzáteszem, hogy a lengyelek is, és önállók nem ekkora az infláció. De ha kicsit távolabb megyünk, így Franciaország, Dánia, akkor ott egy számjegyű az infláció, ami nálunk ugye évvégére van betervezve, szerintem is annyi lesz, meg lesz az oldva, hogy annyi legyen. De ugye én elmondom önöknek, hogy közgazdász vándorgyűlésen voltam nemrégiben, és a KSH-nak az elnök helyettese volt az egyik előadó, egy nagyon-nagyon nagy tudású úriember, és hát beszéltünk arról, hogy hogy néz ki az infláció, és olyan aranyos volt, mert látszott, hogy nincsenek otthon házi állatok, mert azt mondta, hogy jó, úgy egyébként meg a barátomtól most hallottam, hogy a kutya étel árok azok sokkal jobban emelkedtek, mint az általános infláció. Hogy oda súgtam a szomszédnak, sajnos a macska is, mert nekünk macskánk van, és nem kutyánk, de sok minden másnak még emelkedett, ami nincsen a kosárban valószínűleg, mert nem egy fontos termék. Én odébb megyek, mert lehet, hogy olyan a következő szlájd, amit el tudok mondani. Tehát a következő szlájdon, amit látnak is most már, azt látjuk, hogy az Európai Uniónak a egész pontosan ez az eurozóna átlaga, mert azóta jelent meg az EU-nak a teljes 27 országnak az átlaga, amióta én ezt megcsináltam, tehát ez most nincs még ott. Az eurozóna ugye az a országcsoport, ahol euróval fizetnek. Ott 4,3 jelenleg a mérés időpontjában az infláció,
és de átlag számondom az összes ország inflációjának az átlaga, és augusztusban 5-2, tehát volt egy csökkenés. És a V4-eket látják meg Ausztriát, és ugye az látszik, hogy hát a V4-ek között is a miénk a legmagasabb. Pedig hát azért mi V4-ek, azért elég közel vagyunk itt a háborús zónához. Hát bizonyos hasonlóság van a gazdasági helyzetünkben is. Hát ugye én finoman csak annyit jegyzek meg, mert hogy elemző vagyok és nem politikus, azt az előtt szokta csinálni a politikai megjegyzéseket, hogy azért valami más oka is ennek van, ami máshol nincs olyanok. És ugye nálunk sajnos továbbra is az élelmiszer növekedés az magasabb, mint az általános infláció, márpedig nagyon sok embernél az élelmiszer egy nagyon fontos tényező. Csak úgy érdekességként néhány termék, nem érdemes leírni meg semmi, de hogy minek ment nagyon fel, én már az állateledelt odaraktam, mert utána jártam a KSH-ban, de ilyenek, hogy a tűzifa, csokoládé, sok minden, tisztítószerek. Én mondtam a páromnak, hogy mit tudom én, egy hónappal ezelőtt a fluoreszert fel annyiba került, mi most. Úgyhogy. No, és akkor amit ne felejtsünk el, hogy az infláció csökkenése nem jelent árcsökkenést. Az csak kisebb árnövekedést jelent. No, most jönnek a bérek. Na most ugye a bérek esetében ugye érdemes nemzetközi összehasonlítást végezni, és 22-es adatok vannak, ugye éves adatokat közül én az Eurostatból dolgozom többnyire, mert ott tudok összehasonlítani, és még meg szoktam nézni a KSH-t is, de ott többnyire inkább csak magyar adatok vannak. Ugye ez órabér, nem havi bér, órabér, és itt azt látjuk, hogy a feldolgozó iparban, ugye a feldolgozó ipar az a gazdaságnak az az ága, ami a iparon belül van, és többnyire a termelővállalatokat foglalja magába, gyógyszeripar, vegyipar, gumipar, stb. Ugye emellett vannak a szolgáltatások, ez egy más szektor, ez a, mondjuk ugye a termelő leegyszerűsítve a dolgot, a termelővállalatok. Ezeknél az órabér 2022-ben évi átlag megint, és nyilván cégenként ez változhat, tehát ez egy nagy átlag, ez úgy néz ki nálunk, hogy 9,5 euró. Ugye tessék beszorozni a mindenkori euróval, most éppen megint kicsit romlott az árfolyam. És mennyi a cseheknél? Hát ott egy kicsit több, 12. Na, az övék is nem olyan nagyon magas, mert ha megnézzük Dániát, meg Németországot, meg Ausztriát, na most ennek az egyik oka pontosan az, hogy hozzánk a külföldi tőke, és most jön a második tétel ahhoz képest, hogy elviszik a profitot, ez a második, hogy azért jön ide, mert alacsonyan vannak tartva a bérek. Tehát nem csak, hogy elviheti, hanem sokkal nagyobb profitot tud létrehozni. És ugye nem annyira jótékony lény, hogy az arányt az egy kicsit a javunkra változtatná. Bár megnézem önöknek, hogy éppen ma olvastam, ma jelent meg egy IMF jelentés. Az IMF sem a barátja ennek a régiónak, mert itt volt az IMF-nek a egyik igazgató helyettese, és azt mondta, hogy vigyázzat, nehogy itten túlemeljék itt a régióban a béreket, mert romlani fog a versenyképesség. Na most kérem szépen, én szeretném önöknek hangsúlyozni, hogy a versenyképességet nem az alacsony bérekkel kell emelni, erre más módszerek is vannak. Kétségtelen ez a legegyszerűbb, mert így lehet egy halom céget bevonzani, az nem megjelenik a GDP-ben, ugye, lehet pörgetni, hogy nő a GDP, van egy jó nagy növekedés, akkor hajrá, jól teljesít a gazdaság, nem igaz. Ettől még nem mondhatjuk azt, hogy jól teljesít. Mert én elnézést kérek, főleg amikor nemzeti kormányunk van, akkor azt gondolom, hogy a number van, az első számú dolog, az a magyar ember. Én úgy gondolnám. Tehát akkor az azt jelenti, hogy a magyar ember bére. Nem, és akkor azért dolgozik, mert én naív ember vagyok, előtt tudja, nagyon régen ismer. Hogy hát én úgy gondolom, hogy a lakosságnak a életminősége, életszínvonal az a számomra biztos a legfontosabb lenne. No, hát ezek voltak a bérek, és ugye visszatérve az akkugyárakban sem fognak magas béreket fizetni, ráadásul az akkugyártás is egy összeszerelő üzem, arról nem is beszélve, nem is high-tech, bár azt mondják, hogy akik ezt most nagyon népszerűsítik, hogy majd lesz itt kutatás, fejlesztés, nem tudom, hogy mi, meg hol, meg izé. De a dolog lényege, hogy ez nem egy olyan ágazat, ahol eleve valahol is sok lenne a fizetés.
Ugye azt mondtam, hogy ez a feldolgozóipar, tehát a termelő ágazat a gazdaság egészében sokkal nagyobb a szolgáltatások szerepe, az közel van a 70%-hoz, nem éri el. A nagyon fejlett országokban 70%-a fölött van a teljes nemzeti jövedelemnek, ami a szolgáltatásokból teremtődik, és a maradék az megoszlik a ipar, meg az építőipar, meg a mezőgazdaság között. Na most, a dolog lényege az, hogy nagyjából mi, ha listát csinálunk, hogy hol állunk, akkor a szolgáltatásoknál is az a helyzet, hogy hát ott vagyunk a végén, tehát ott sem. Számomra ez meglepő, mert ugye a szolgáltatásokba tartozik a kutatásfejlesztés, tudományos tevékenység, csak ugye persze magasabb, sokkal magasabb, mint a feldolgozóiparban ott a bér, csak hogy külföldön még magasabb. Úgyhogy ezért vagyunk a végén. És ami nekem fájó pont, önök biztos tudják, hogy én már nagyon-nagyon-nagyon régen az oktatásban dolgozom meg a kutatásban, tehát nagyon jól ismerem az oktatás helyzetét, nem csak az egyetemet, hanem az egész rendszert, és az a helyzet, hogy ott is nagyon le vagyunk maradva, ugye nem véletlen, hogy a pedagógusok nem érzik nagyon jól magukat. De ugye kicsit lássunk is, hogy hol, csak a lényeget. Tehát itt külön kiemeltem az oktatást. Ugye ott látjuk a teljes, nagyon lényeges, azért látják ezt az adatsort. Nem is annyira a többi ország, mint a következtetés a lényeges. 2008-at és 2022-t hasonlítottam össze, hogy akkor mennyi volt, és mennyi 22-ben, külön az oktatásban és a teljes gazdaságban. Képzeljék el, hogy 2008-ban még sokan voltak mögöttünk, ami a béreket illeti. Jó, nem olyan nagyon sokan, de a teljes gazdasága nézve 5-en voltak mögöttünk, az oktatásban pedig 6-an. Tehát egy kicsit jobb volt az oktatásban a bér, mint a teljes országos átlag. És nem órabér, ezek már havi bérek, ugye. 22-ben viszont már csak 2-en. Tehát ez magyarul azt jelenti, hogy a többi EU-s országhoz képest relatíve a magyar munkavállalók bére romlott. Tehát azon kívül, hogy ugye egyébként növekedett évente, csak kevéssé növekedett, mint máshol. Tehát a listán, a rangsorban lecsúsztunk. Most ezt azért mondom, hogy megkérjük szépen az IMF-et, hogy ne vicceljen, hogy akkor még azt mondja, hogy nem kellene már emelni, nehogy itten versenyképesség romlott. Mi azért van ez, mert mi olcsó bérrel versenyzünk. És amennyire lehet, vissza vannak fogva Magyarországon a bérek. Hozzáteszem, hogy a munkahelyek is olyanok, hogy tipikusan nem olyan munkahelyek vannak, ahol jó sokat lehet keresni. Nem, mondjuk egy akugyárban nem lehet nagyon sokat keresni, meg általában nem lehet a összeszerelő üzemekben sokat keresni. Ezt csak érdekességként mondom önöknek, vagy mutatom, hogy még egy nagyon nagy gond van, az pedig az, hogy nagyon nagyok a regionális különbségek, ebbe bele se szeretnék menni, de egy ország fejlettsége, ugye megint azt mondtuk, hogy fejlettséghez fontos az életszínvonal, de az is fontos, hogy valamennyire kiegyenlítődjenek az egyes régiók. És ugye Magyarországon drámai különbségek vannak, és ugye egy dolgot tessék megfigyelni, ugye egyfolytában halljuk, hogy a keresetek állandóan nőnek. Már nagyon magasak. Na már most, igen, de ebbe benne van, hogy nézzék csak meg, hogy Budapest messze kiugrik, és ha az országos átlagkeresetet nézzük, az egész országot, akkor 18 megye, bocsánat, én nem szeretem a Vármegyét, 18 megye az átlag alatt van. Hány is van? 20 van összesen, ugye van 19 megye plusz Budapest. Tehát magyarul egy megye van, amelyik fölötte van, az Győr-Sopron, mert azért az Audiba azért viszonylag jobban keresnek, ezt be kell ismerni. Igaz, hogy dolgoznak is, mint a három visszakésítám, de azért ott viszonylag jól keresnek. És Budapest. Ott látják az országos átlagot, látják, az a második osztó. Úgyhogy így megy lefele. Na most ez is fejlettségi kérdés. Egy országnak nagyon fontos feladata az, hogy ne szakadjanak le régiók. Hát ha leszakadnak, abból előbb-utóbb társadalmi probléma lesz. Foglalkoztatottság. Ezt csak érdekességképp hoztam, mert ugye ezt is
rendszeresen halljuk, hogy folyamatosan nő, hogy 2010-hez képest több mint 1 millióval már többen dolgoznak. Igen, de van egy érdekes trükk benne, és hozzáteszem, ez nem magyar disznóság. Szóval ez az Európai Unió statisztikája így működik, hogy azt mondják, hogy az EU szabad a munkaerőpiac, bárhol dolgozhatsz, és ha dolgozol, akkor foglalkoztatott vagy. Ebből kifolyólag, aki elmegy az országból külföldre dolgozni, az Magyarországon foglalkoztatottként szerepet tudta. Na most ez azért mutatom, ez a legfrissebb KSH adat, nagyon-nagyon aranyos, azt mondja, 15 és 74 éves foglalkoztatottak létszámának az alakulása 23. június-augusztusban megint éves összehasonlításban, tehát egy évvel korábbhoz mérjük. Itt látják, hogy itthon mennyien dolgoznak 1000 főben, mennyi a közfoglalkoztatott, illetve, hogy mennyien dolgoznak külföldön. Tehát egy év alatt gyakorlatilag úgy néz ki, hát gondolom, akikről tud a KSH. Ennél dolgozhatnak többen, mert nagyon sokan valószínűleg nincsenek bejelentve. De ugye azt látjuk, hogy a létszám változás az úgy néz ki, százalékot hagyjuk, az nem érdekes, 1000 főben ugye 21.600 fő, ami látható, ment el ez alatt az idő alatt külföldre dolgozni. Mondom, ami látható, amire a KSH tud. Meg aki azóta ment, tehát attól még lehetnek kint nagyon sokan, az a 110 is csak az, ami látható. Viszont úgy jött le a statisztikai jelentés, hogy Magyarországon körülbelül a foglalkoztatottak száma 10.000-rel nőtt. Na most ott azt látjuk, hogy az itthon dolgozóknak a létszámot csökkent, közfoglalkoztatott is csökkent. Külföldön nőtt. Ha megnézzük, körülbelül annyi a különbség, amennyivel a statisztika hivatalra hivatkozva, ezt nem szokták elmondani a médiában, csak azt, hogy 10.000 fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, csak ebből a többség az külföldön nőtt, mert Magyarországon nem. Ez érthető volt. Jó, ez egy kicsit ilyen rafinált dolog. Tehát úgy szerepel a statisztikai hivatal adataiban, hogy magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjai. Tehát ugye ez sem az a fényes eredmény, hogyha gyakorlatilag csökkent a foglalkoztatottság Magyarországon belül. És akkor itt a következő nagy ügy, ami nekem a igencsak szomorúan fontos témám, és bárhova megyek, általában sokat megyek vállalatokhoz. Hívnak vállalatok szakmai előadásra, mindig mondom nekik, hogy ne haragudjanak, az utolsó szlájdom ez lesz. Hogy ugye mi a legfontosabb egy országban? Ugye az erejét az bizonyítja, hogy erős a gazdasága, és ha nem is nő, de legalább nem csökken a lakosság. Úgy néz ki, hogy ugye vannak népszámlálások, de minden évben a statisztikai hivatal egy újabb adatot is megjelentett, azt úgy számolja ki, hogy a népszámlálás óta mennyi gyermek született, hányan haltak meg, és most esetleg nem fogasz, és mennyi a bevándorlási egyenleg. Ez azt jelenti, hogy mennyien mentek ki, mennyien jöttek be. Na most. Tehát magyarul ebben az adatban az is szerepel, ha mondjuk a bevándorlási egyenleg pozitív, tehát többen jönnek be, mint ahányan elmennek, érthető? Akkor az javítja a magyarországi lakosság számát. A legutolsó adat így néz ki. 9.599.744. Január 1-én ebben az évben ennyien voltunk ezzel a számítással. És ha megnézik, itt van egy óriási csökkenés, de a pandémia nem itt volt. Bárki tudja, hogy milyen utóhatások vannak. Minden esetre, ha megnézik, 2020-tól van egy rohamos csökkenés. Na most akkor beszélhetünk fejlődésről? Hát egy csökkenő népesség mellett egy ország
kihalásra van ítélve, bocsánat, egy kicsit durva, tudom, mert hol van az még, remélhetőleg valaha megfordul a trend, de hát egy fejlett, fejlődő, jó életszínvonalú, jó életminőségi országban a lakosság biztos nem fogy. Persze van ellentét is például Németország, de ott sem érzik a jól magukat már az emberek, úgyhogy igen, jönnek ide is. Haza is jönnek elég sokan Németországból. Először, tudják mikor ment egy 10 millió alá először a magyar lakosság? 2011-ben. Tehát az elmúlt 10 évben van egy gyorsuló. Ezt nem akarom összekötni politikával, de azt akarom mondani, hogy ez egy tény. Ez egy statisztikai adat. Nyilván ki kell elemezni, nyilván egy csomó ok van. Biztos vagyok benne, hogy azok, akik foglalkoznak népesség statisztikával, azok ezt elemzik is. De én azt gondolom, hogy amikor egy ország akkor célokat tűz ki, akkor a GDP növelése helyett én mondjuk első számú célnak tenném oda, ugye az előbb mondtam, hogy életszínvonal, életminőség és a lakossági fogyás megállítása, és én nem gondolom, hogy önmagában a lakásépítés támogatása ezt meg fogja oldani. Mert ugye a fogyás nem is amiatt van csak, hogy kevés gyerek születik, hanem amiatt, hogy nagyon sokan, nagyon korán meghalnak. És ez azért nem egy normális dolog. Ez többek között... Hát de máshol is kaptak ebből. De az a helyzet, hogy... Jó, de más országokban is használták a Pfizert. Mindenhol használták. És máshol nincs ilyen csökkenés. Tehát itt azért van többlet is, én azt gondolom, hogy a többlethez nem értek hozzá, tehát ezt most bocsássák meg, nekem ez becslés, de én szerintem hozzátartozik az, hogy az egészségügy meggyógyít-e, ha megbetegszem, időben meggyógyít-e, milyen munkahelyen dolgozom, ott jól érzem magam, hány műszakban dolgozom, és így tovább, milyen az életszínvonalam. Tehát nagyon-nagyon sok tényező van annak, hogy mi határozza meg a várható élet, hosszat és a lakosság számának alakulását. Ez csak egy érdekes dolog itt, visszatérvén a vándorlási egyenlegre. Ugye ott látjuk a születésszámot, úgy egyébként ez is csökkent 2022-ben. Előtte volt egy növekedés, de 22-ben elég jelentős csökkenés volt, 5000 körül, ahogy nézzük. Halálozás egy dráma, 22-ben 136.446-an haltak meg, és ugye 88.000 akármennyi gyermek született, és megnéztem, hogy a vándorlási egyenleg az nyilván a maradék, és az 6193 több lett. Tehát magyarul a kimentek és a bejötteknek az egyenlege, tehát többen jöttek Magyarországra azóta. Tehát volt Magyarországon bevándorlás, ez azt mutatja egészen. Nem tudom, hogy kik, hogyan, merre, de a vándorlási egyenleg pozitív. Ki kéne deríteni. No, hát azért, hogy ne fárasszam túl a társaságot, akkor most egy jó kis összefoglalás következik. Jó, ugye abból indultunk ki, hogy növekedés vagy fejlődés, és hogy mit csinálnak az akúgyárok. Hát hozzáteszem a gondolathoz rögtön, hogy tulajdonképpen kiterjeszthetnénk a gondolatot olyan módon, hogy hát azért sok cég nem mondanám azt, hogy jobb lenne, nem lenne itt. Mert én azt gondolom, hogy az is nemzeti kérdés, hogy milyen cégeket engedünk be egy országba. Hogy azok milyen munkahelyet teremtenek, mennyit fizetnek, a környezetet mennyire óvják, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy képezze magát a munkavállalót, tehát egyáltalán mennyire veszik ember számba a munkavállalót. Mert az ember szeret jó körülmények között élni természetesen, és ugye ami nálunk nem jellemző a cégeknél az, hogy nem nagyon kíváncsiak az emberek véleményére. Én nem akarok itt a Maslow-i hierarchiával előjönni, nem tudom, tudják-e, van egy ilyen háromszög. Ugye? És ugye azt gondolják néha politikusaink, hogy elég azt, ha megkapják az alap élelmiszerre, meg ruházkodásra, meg benzinre az emberek a pénzt, aztán legyenek boldogok. Nem, szeretik az emberek az ötleteiket kicsit megfürdetni, másokkal megbeszélni, és ha valami fantázia van benne, akkor megvalósítani. Ez olyan légkör kell, ahol van értelme vállalkozni, és nem az az alapkérdés, hogy munka alapú társadalom, tehát menj el dolgozni az összeszerelő üzembe.
hanem vállalkozz, használd az agyad, teremts új dolgot. Ez lenne jó az országnak is egyébként. Na most nem ez a légkör nálunk. Nem ez a légkör, ugye az a légkör, hogy menj el szakmát tanulni, nem baj, nagyon fontos, hogy legyenek szakmát tudó emberek, de úgy egyébként ott a rengeteg munkáim, mehetsz az autógyárba, ide, oda, amoda. Na de és ha én többre vágyom, akkor mi van? Hát akkor menjek külföldre? Nekünk az egyetemen volt egy ilyen felmérésünk, az egyik doktorandusz hallgatóm csinálta, és fiatalokat kérdezett meg, akik elmentek a felméréshez képest 5 évre visszamenőleg Magyarországról, és a többség azt mondta, hogy túlképzett volt Magyarországra. Nem talált magának értelmes munkahelyet, mert nem az agyára voltak kíváncsiak, hanem a kezére, leegyszerűsítve a dolgot, hogy gyorsan dolgozzon. Tehát azt akarom mondani, hogy number three, hármas, hogy az akkugyárak nem olyan munkahelyet fognak teremteni, ahol az embereknek az agyára nagy szükség lesz. Jó, tehát akkor ugye elviszik a pénzt, mi volt a második? Elviszik a profitot, a bérek nem lesznek megfelelőek, és a munka körülmények sem, és ami többlet itt, és megmondom őszintén, ez nem az én területem, csak különböző elemzéseket hallgatok, például az MTA-t, hogy valószínűleg nem környezetbarát. Maradjunk annyiban. Amiben viszont biztos vagyok, mert ez gazdasági tény, hogy energiaigényes, anyagigényes, és Magyarországon egyik sincs. Tehát nekünk ez Paks kell, és így tovább, hogy még több energia legyen. Nem vagyok Paks ellenes, már nem értek hozzá, de a dolog lényege, hogy nyilván az lenne az értelmes, hogy többet használjuk az agyunkat, mert az agyunkhoz nem kell bedugnia, mondjuk a számítógéphez igen, de kevesebbet fogyaszt, mint mondjuk egy összeszerelő szalag. Tehát ilyen szempontból szintén nem jó az akugyár. Utolsó még nagyon lényeges kérdés, hogy ugye a magyar gazdaságnak van egy adott szerkezete, meg vannak adottságai. És igaz, hogy az elmúlt 10 évben a magyar mezőgazdaság termelékenysége, a foglalkoztatottsága, illetve az, hogy mennyivel járul hozzá a teljes teljesítményhez, az folyamatosan csökken. Ami megint egy olyan kérdés, hogy miért? Hiszen enni kell, stratégiai termék. 2, elvileg jó a föld, nem tudom még mennyire jó. 3, vannak még mindig értelmes emberek, akik tudnak mezőgazdászkodni, sőt, vannak, akik most kezdik el, fiatalok, mert inkább elvonulnak mezőgazdászkodni. Tehát ez egy lehetőség az országnak. És az akugyárak is, mert minden más gyár Magyarországon nem olyan helyre települ, ami semmire nem jó, hanem a legjobb termőföldre. Na, ezt még valaki magyarázza meg nekem. Ez volt Győrben, az hagyján Győrben ráadásul Natura 2000-re települt, Kecskeméten mondták a gazdákot nekem, amikor nem voltam Kecskeméten, bocsánat, elmentem Kecskemét, ez a budapesti, lemegyek vidékre. És hogy nagyon sok aranykoronás, és ugyanez van Debrecenben. Tehát ugye inkább én most 2 helyeket mondtam el önöknek, de olyat mondtam csak, amiket adatokkal alá tudtam támasztani, és én azt gondolom, hogyha mégiscsak meg kell válaszolni az elején feltett kérdést, most már csak az látszik, hogy köszönöm szépen a figyelmet, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez az egyedüli baj a magyar gazdaságnak és a magyar társadalomnak, egy biztos. A GDP-vel való mérés önmagában nem mond eleget a mai világban már arról, hogy hogy néz ki egy ország állapota, és végképp nem mond arról semmit, hogy fejlett, vagy nem fejlett, vagy fejlődik, vagy visszafele megy. Ahhoz, hogy a fejlődését nézzük, ahhoz sok-sok más mutató kell, például kellenek a bérek, kell a várható élettartam, kell, hogy hányan élünk, a számunk csökken vagy nő, tehát sok egyéb mutató kell, és mi azokra a mutatókra, amelyek a tipikus fejlődési mutatók, azokra nem állunk jól. És ettől kezdve én nem vagyok elég boldog csak amiatt, hogy egyfolytában a GDP növekedés a legfontosabb cél. Én azt gondolom, hogy ha mi az országnak jót akarunk, meg a politikusok is jót akarnak, akkor mellé kéne tenni ezeket a minőségi célokat, ezeket a fejlődési célokat. Ilyen módon nyugodtan mondhatunk nemet az akugyára is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Hát akkor ez a taps szólt Csath Magdolna professzor asszonynak. Másrészt itt a Fekete István Szabad Egyetemen egy rendhagyó előadás lesz október 26-án Pongrácz András, a Sztálin szobor ledöntésében lángvágóval közreműködő Korvin közi szabadságharcos fogja Vékony Csongorral együtt bemutatni Pongrácz Gergely 1956 Korvin köz című könyvének legújabb bővített kiadását, tehát október 26-án egy hét múlva csütörtökön este 6 órakor itt az irodában. Végül pedig a hagyományos jövőhavi novemberi szabad egyetemi előadásunk dr. Letoha Tamás kutatóorvos a COVID-19 és annak tanulságai címmel november 16-án fog itt előadást tartani. Köszönjük szépen mindenkinek a megjelenést, várunk mindenkit szeretettel a következő alkalmakkor is. Még egyszer nagy-nagy köszönet, és hála professzor asszonynak a munkásságáért és a mai előadásáért is, amivel egy kis betekintést adott nekünk, ha már a médiában valóban sajnos ritkában. Köszönöm szépen. Láthatjuk. Köszönjük szépen mindenkinek.